Ugye arra kell figyelni, hogy ezek a színek tónusban eltérőek legyenek. Jó, a legsötétebb, közepes, világosabb. És akkor ugye megvannak a színek, hogy 5 tónus, és akkor ezzel a levágott fejű ecsettel fogom csinálni, illetve ahogy látszik, itt a referenciafotón vannak egy-két ilyen nagyobb foltok, azzal bele lehet nyúlni ezzel a nullás ecsetnek a végével is. Ez a 2 ecsetet így felváltva vegyesen. Ugye még itt az alul a tövébe van a virágoknak a sötét. Mindig egy nagyon fontos, hogy a világosok, tehát itt is például ezek a világosok akkor látszanak jól, hogyha ott van mellette a sötét szín. Tehát a sötét emeli ki a világost. És nem kimosom az ecsetet, ezt a sört ecsetet, mert akkor nagyon elpuhul a szőre, hanem csak letörlöm. Jó, letörlöm róla azt a sok festéket, és akkor egy másik színbe mártom. Jöhetnek az egyel világosabb színek már. De ez még tónusban nagyon hasonló az előző pirosashoz, érdemes belemenni egy-egy pöttyel, hogy ne csak annyira piros színek domináljanak, hanem ezek a kraplakosabb rózsaszínek is benne legyenek. Csak a legvilágosabbak ugyanezzel a technikával. És akkor most belenyúlok ilyen kisebb ecsettel is, egyrészt a legvilágosabbakat is, ugye nem mindenhol ilyen kicsik a világformák, hanem vannak egy-két ilyen nagyobb szirmok, így egész jól látszanak. És ugyanezt megcsinálom másik színnel is, hogy egy-két helyen belenyúlok ezzel az ecsettel. És akkor még a zöldekbe is ugyanígy, ugyanezzel a technikával, mert zöldet nyomok ki. Itt egészen van egy-két virág, vagy szírom, amit fölfelé áll, hogy nem annyira szabályosan van vége. Ennek a bokornak szabálytalanságát kell visszaadni. Még ebbe is vannak zöldek. Ezekben a részekben is. Nincs ennyi kívánom a sárgát is, hogy sárgás-zöldet is. Ugyanezzel a módszerrel sárgás-zöldet is bele lehessen rakni. Hogy ne legyen teljesen egyszínű a virág, vagy a zöld. És még annyi van, hogy ez a bokor nekem kisebb, mint ami a referenciafotón van, még itt ez a
Ez itt nagyon sok a sötét, ebben a sötétben mi kell rakni világosabbakat, hogy vastagabbnak nézzen ki. Akkor ezzel a színnel, meg ezzel a kraplakkal felváltva kicsit meg kell növeszteni, növelni ezt a formát. És majd arra kell még figyelni, hogyha nézed a referenciafotót, hogy ezek a virágok, amik itt vannak, tónusban sötétebbek, mint amik itt vannak. Itt jobban éri a fény, és itt ezekben több a világos. Tehát azt kell nézni neked is a sajátodon, hogy ezek a virágok ugyan vannak benne egy világos területek ezen a részen, de tónusban ezek a világosabbak, még mindig sötétebbek, mint amik itt vannak. Majd azt ellenőrizze te is a saját képeden két dolgot. Egyrészt az, hogy itt a képnek a szélein, ugye, hogy kellően szellőse és kellően szerteágazó kellene, össze-vissza-e, tehát, hogy ne legyen szabályosak a minták. Tehát az egyik, ami fontos, hogy ettől lesz ilyen természetes hatása. A másik pedig az, hogyha ezt elkezdett hunyorogva nézni, ezt a képet, és hunyorogva kezded el nézni az egyszínű formákat, hogy az neked is kijön-e itt. Jó? Tehát, hogy a, mit tudom én, ez a sötét folt, ez a része sötét, a teteje világosodik, hogy ez összeér, ez alatt a fölötte lévővel egy sötétebb folttal. Jó? Tehát, hogy nézd meg azt, hogy ez a sötét alak, ami itt van, a zöld, az neked is kijön-e, vagy ez az alak, a zöld, ez itt, ami itt van, az neked is kijönne, jó? Tehát, hogy akkor tudsz megbizonyosodni arról, hogy jó a kép vagy nem, hogyha ezek az amorf formák, ez a forma így a helyén van-e. Jó? Tehát ezen fog múlni, hogy jó a kép, jó azok, jók a bokrok, vagy nem.